Si je m'épanche sur toi, c'est que je rêve de toi, nuit du soir. Oh, au matin, ça fait beaucoup, je le sais bien. Béla bácsi, hányadikban jár most? Hányadik évét takossa? Hát tegnap óta a századikat. Betöltöttem a 99-et. Oui, du soir. Oh, matin, ça fait beaucoup, je le sais bien. De visszatekintve azért nem volt csúnya, ha nagyon változatos is volt. De ton parfum à ma porte, je ne pense plus qu'à toi, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Kezdjük a legelején. Hol született Béla bácsi? Mikor? Ott van a képe a falun templomának. Ott kereszteltek ezelőtt 99 évvel. Ez a Tokaj hegyoljai Tolcsva. Si les étoiles de minuit s'installent. Négy elemit végeztem ott. És mivel óviba nem akartam járni, és a háború után kevés gyerek volt, azt mondták a szüleimtől, tudom, hogy én olyan jó gyerek voltam, hogy minden kezem ügyébe kerülő gyereket megvertem. És azt mondták, hogy hát valamit kell csinálni, mivel a katolikus iskola igazgató tanítója az édesapámat is tanította annak idején, megkérték, hogy engedje meg, hogy lógóba járjak be. Ezt így hívták, hogy lógó. Az így jelent, hogy nem hivatalosan, csak úgy. Aztán három hónap után kaptuk a karácsonyi értesítőt, azt mondta a tanítónőm, hogy tud ez a gyerek annyit, mint a többi, én adok neki bizonyítványt. Hát gyerekek, ezt az egy év nyereséget végig megőriztem. Négy év után elképzelhetitek, hogy milyen deli legény voltam. 9 éves és néhány hónapos, amikor elkerültem 200 kilométerre a szülői háztól Gödöllőre. Ott a Premontrei gimnáziumnak az igazgatója, rektora, a főigazgató, mindenféle tisztséget betöltött akkor, az édesanyám nagybátyja volt. Így kerültem én szegény falusi gyerekként az ország egyik legelőkelőbb, de ugyanakkor legszigorúbb gimnáziumába. Ezt tudom, hogy ami alig, hogy oda kerültem, hallottam, hogy a Stranyavszki belügyi államtitkárnak a fiát buktatták ki, illetve tanácsolták el. Az osztályfőnököm, aki latint magyar tanított, na voltam 127 centi és 25 kilós, amikor elsőbe oda kerültem. Az osztályfőnököm azt mondta, latint magyar tanított, de hát ő észrevette, hogy mit hoztam abból a falusi iskolából, hogy fiacskám, ha hazamész, csókolj kezet a tanítódnak. Most egy hete is tettem még virágot a sírjára, mint minden évben. Szóval ilyen alapot adott. De a mai fiataloknak ugye ez nagyon szokatlan lenne, hogy hát akkor a kezelési módban beletartozott a körmös, beletartozott a pajzsli húzás, beletartozott a kukoricára térdeltet, és ha nem is volt kukorica, de úgy hívták, és elvitt minket, ha nem jót készítettük el a feladatot, elvitt magához a lakására, jöttök haszontalanok tinta levesre és papírgaluszka ebédre. És addig nem vendégedett haza, amíg meg nem csináltuk jól. De ennek köszönhettem az, hogy egy országos nevű iskolába én az élvonalba tudtam végezni. Utána jött a 8 esztendő Gödöllőn. Hát nem tudom, jártatok-e már Gödöllőn, ahol most az egyetem van. Hát az a Premontrei gimnáziumnak és az internátusnak és rendháznak volt az épülete. Akkor, amikor Trianon után
ennek a rendnek nem maradt egyetlen iskolája se, mert a Rozsnyov kassa a csehekhez került, illetve akkor a szlovákokról nem beszéltünk, csak a csehekről, mert ők kapartak ki mindent ugye, a szlovákoknak, és Nagyvárad pedig a románokhoz. Három gimnázium tanári karra ott maradt lényegében munka nélkül. Na, többen elhelyezkedtek ugye a lelkipásztorkodásba, de akkor a nemzetgyűléstől, a magyar nemzetgyűléstől 1923-ban kaptak 80, most nem tudom, kataszteri hold, akkor így ebbe számoltunk, nem hektárba, erdőt Gödöllőn a Fácánosban, azzal a kötelezettséggel, hogy ott egy tanügyi centrumot hozzanak létre. Hát mindig hallottam fiatal koromban a holland kölcsönből, amit a akkor még meglévő rendi birtokokra vettek föl, ugye abból építették azt az épület, gyönyörű épület együttest, ahova én már a ságbáris tanárokkal elmentem, és fogadtak is minket ott, a mostani Premondai gimnáziumnak az igazgatósága fogadott, és felépítették. Amikor oda érkezt, 24-ben nyílt meg. 26-ig csak a gimnázium épülete volt, addig a tanárok is, a rendtagok üres osztálytermekbe laktak. Utána 26-ban átadták az internátust, a mai nyelven kollégiumot, ugye? 200 főnyi fiatalra volt szabva a kollégium, és 1928-ban épült meg a rendházi rész, amelyik most, hogyha egyszer elkerült a Gödöllőre, ne csak a királyi kastélyt nézzétek meg, hanem az egyetemi épületet is, ott van egy gyönyörű neobarok épület, az volt a rendház, és előtte egy gyönyörű lovas szobor. Lovas szobor Kálmán herceget ábrázolja, IV. Béla öcsét, aki a Mugi csatában halálosan megsebesült, és akkor hátra szállították Jászóra. Hát Jászó volt a premontrai rendnek a központja, ez Kassától 30 kilométeren nyugatra van egy gyönyörű helyen. A 8 év elég gyorsan eltelt, ami az életemben ott maradandó maradt, az a cserkészet volt. Annak idején mondtam a ságváris gyerekeknek, amikor ugye 80 körül nyögtek, hogy csütörtök délután van megint kézgyűlés, mondom, ide hallgassatok, el tudjátok képzelni, hogy volt olyan ifjúsági mozgalom, amelyik szombat délután tartotta az összejöveteleit, és alig vártuk. És nagy táborokba vettünk részt, én kiscserkész koromtól kezdve az ország különböző részein, és talán ennek köszönhették a ságváris kollégák is, hogy annyi kirándulást szerveztem nekik, mert bennem maradt. Ez bennem maradt. Az ország ismeret, szeretete, hogy mennyi minden van itt is, nem csak külföldön. Bácsi, ez mikor meg hogyan dőlt el? Honnan jött az indítatás, hogy a tanítás, a tanárság legyen? Nagyon jó, hogy ezt kérdezed. Azból, amit ott láttam. Nem olyan, ezek a szerzetes tanárok olyanok, hogy tényleg a hivatásoknak éltek. Szóval amikor az embernek ilyen tanárai voltak, akkor természetes, hogy felélet a vágy bennem, hogy én is az legyek. Hová vitt az út utána? Az út sehol se vitt, hiszen ott maradtam a rendben. És matematikus szerettem volna lenni. Első elemitől érettségéig mindig jelesen volt belőle. És akkor egy generális rendfőnök, egy belga ember volt, és az megkérdezte tőlem, hogy nem óhajtlan a francia szakra menni. Azt mondja, akkor kiküldeném külföldre. Hát mondjátok, hogy melyik 17 éves gyereknek nem tetszik, azt kiküldenek külföldre, meg is csinálta,
19 éves volt, amikor egy évre kikerültem Francia-Svájcba. Egy olyan gyönyörű helyre, az ablakomból egy 3200 méter magas hegycsúcsra néztem, a Ron völgyében voltunk, nem messze a Genfitótól, és egy olyan épületben egyébként a ságváris tanárok, illetve diákokat elvittem oda is. 40 év után, amikor a Franciaországban csereutakat csináltuk, és arra mentünk kirándulni a Mont Blanchoz. És egy apátság volt, amelyeket még a burgundiai király Zsigmond alapított 500 körül. Tavaly ülte az 1500 éves fennállását. Egy évig akkor beszéltem magyarul, ha magamba beszéltem. Szóval nagyszerű alkalom volt a nyelv gyakorlására, és nagy sítúrákat csináltunk. Elindultunk, amin Magyarországon nehezen elképzelhető, sível a vállunkon, esett az eső. Igen ám, de hát ahogy mentünk fölfelé, abból hó lett. Ugye, majdnem 2000 méter magasan volt a sípályánk. És nem voltak felvonók akkor még, meg ilyenek. Szóval nagyon-nagyon szép emlékekkel töltöttem ott azt az iskolai évet. Ekkor hazakerültem, és következő éven kerültem be a Pesti Egyetemre. Annak az indexét néztétek az előbb. Ugye akkor még nagyon, nagyon érdekes az elnevezése, Magyar Királyi Pázmány Péter Tudomány Egyetem, ez az ELTE őse. És hát akkor a francia mellé gondoltam, hogy felveszem a latint, mert úgy is kellene tanulni latint hozzá, a latinhoz meg így is kellett görögöt tanulnom az egyetemen. Na és akkor elvégeztem az egyetemet, és történelmi idők, 1940-ben szakvizsgáztam, a rövidítve, mert már 8 év főiskolám volt, és megcsináltam, hogy meneküljek Pestről, abból a koromból, meg bűnös levegőből. Én hozzászoktam gyerekkorom óta a Fácánosnak az erdei levegőjéhez. És akkor visszakerültem Gödöllőre, gyakorló évre. És mit tesz Isten? Ez 40-ben volt. 1940. augusztus 30-án megvolt a második bécsi döntés, amelyik, hát ti történelmesek vagytok, jó, ugye tudjátok, hogy visszakerült Észak-Erdély. Egyszerre pedagógus hiány lett az országban, mert előtte már visszakerült a Felvidéknek a magyar lakta része, 39-ben visszakerült Kárpátalja, ugye most már 40-ben pedig ugye ez az óriási terület, talán 44 ezer négyzetkilométernyi terület jött vissza. És jött az iskola fenntartó, csak úgy a folyosón találkoztunk, fiam, a mai nappal kinevezlek tanárnak. Én nekem még be kell járnom Pestre, a Trefork utcába, ott volt a gyakorló gimnázium. Ugye, nekem még vizsgáznom kell, hát pedagógiából, filozófiából, az volt az államvizsga tulajdonképpen, meg módszertanból, abból kellett volna vizsgázni. Meg fogod tudni azt egy csinálni, fiam. Jó, osztályfőnök lettem 23 éves koromban. A diákok egy része a folyosón tegezett, az osztályba tessékelt. Mert még együtt jártak gimnáziumba is, voltak olyan osztályok. És tanítottam latint, magyart, franciát, honvédelmet, akkor ilyen is volt. És utána az internátusban szintén nevelő tanár voltam, úgyhogy nyakig bele a munkába, talán ez vitte el a doktorátusomat is, meg az utána következő évek.
És egyik légó parancsnok én voltam. A légvédelem az volt a katonaság dolga, a légoltalom az a civil lakosságnak a dolga volt. Tehát, hogy az a több száz ember, aki ott élt, az egy riadó esetén hogy tud hova vonulni. De nem csak ez, hanem utána a 44. március 19-én ugye a németek megszállták az országot, előtte ez nem érdekes, aztán biztos kivágjátok, de eszembe jut. 4 nappal előtte, március 15-én az Operaházban voltam. A Cserkész Mozgalom szervezte mindig a március 15-i előadás, illetve estet. Ott volt a diplomáciai testületek tagjai, ott voltak a kormánytagok. Velem Rézsút szembe ült az akkori miniszterelnök Kálai Miklós, akiről azt mondták, már akkor is közszájon forgott, hogy járja a Kálai kettőst a németek és az angol szászok közt. És akkor 4 nap múlva már a török követségem volt ott, mint menekült. És akkor az jutott eszembe, hogy mi mindent tudhat ez az ember, amit mi nem tudunk. Hát ő már tudta előre körülbelül, hogy mi következik. Ugye. Különben a Gödöllő volt a királyi kastély, amelyik a kormányzónak is a kastélya volt. Nagyon gyakran láttuk, sőt volt az iskolában látogatáson is Horthy Miklós, meg arra lovagolt ki. Van egy kép, a feleségem egy időben el is dugta, amelyiken azon éppen velem kezel a kormányzó. És hogy milyen volt ez a gimnáziumnak a nívójára vett fényt, nem árnyékot, hogy volt a kormányzónak egy rokona, az osztályomban volt. Lebuktattuk ismétlésre. És nem volt belőle semmihez. Sőt, ez az egykori gyerek máig is még él, nagyon ragaszkodó, minden találkozón ott van, és most találtam a telefonomon a rögzítést, hogy üdvözöl a születésnapomon, és szeretném megbeszélni, hogy mikor jöhetne le a feleségével meglátogatni. 85 éves. Szóval nem tudom, mennyiben sikerül érzékeltetni neveletek, mi olyan időszakot éltünk át tanár-diák viszonylatban, ami történelmi volt, és amit nem tudtak megérteni esetleg. Az, hogy ezek a gyerekek hónap után is jönnek le, ezek a gyerekek még ma is ragaszkodnak, fölhívnak telefonon. Ez talán ez, hogy olyan történelmi időket éltünk, amikor nem tudtuk azt se, hogy mi lesz holnap. Volt olyan tanítvány ebben az első osztályomban, én nagyon szerettem őket. Elmondom, osztályfőnök is voltam, prefektusok is, cserkész parancsnokok is, és volt egy nagyon intelligens, de nagyon nehezen fegyelmezhető gyerek köztük. De mi a szülőhelyettesek is voltunk. Előfordult az, hogy elvált ki egy szülő. És akkor meg fogod kapni a vállóped iratait, hogy lásd a dolgokat. Az mind egész más kapcsolatban voltunk akkor a gyerekekkel, meg a szüleikkel. Na volt ez a nagyon intelligens gyerek volt. Mindenből jelese volt, de akkor én, mint osztályfőnök, példást merészeltem neki javasolni a konferencián, felhördült a tanári kar. És egy májusban, talán 43-ban lehetett, olyan 13 éves volt a Zsombi. Behívtam a szobámba, Zsombikám, kössünk már szerződést. Most május van. Próbáld már ebbe az hónapban legalább meghúzni magad. Hogy ne hurogjanak le, hogyha példás javasolok neked. Jó, mindent megígért. Néhány nap múlva megyek
az erdőből haza sétán voltam kint, nyitva voltak az ablakok, hallom, az egyik civil tanár volt, francia szakos, elég gyenge, idegzetű ember volt, kiabál, te Szabó Zsombori! Na, elöntötte a vér a fejemet, vége a példás magatartásnak, mert 3 hét múlva lesz a konferencia. Fölmentem. Gyeretek az ember, mi csináltál? Bevittem a szobámba, elfenekeltem. És képzeljétek, nem jelentettek föl. Másfél év múlva Vágsején, szlovák terület, de mint katona voltam ott, és Vágsején összetalálkoztunk az utcán. Megörültünk el, most mi újságban? Azt mondja, ide menekültünk ki Pestről, édesapám még is van, tessék eljönni hozzánk, mondom, elmegyek. És akkor az édesapja oda hívott az ágyához, mert betegen feküdt. Azt mondja, ide hallgass, volna egy nagy kérésem hozzád. Szóval te egy tábori kórháznál vagy, aránylag nyugodt hely. Vidd el magaddal a Zsombort csicskásodnak, mert nem tudom, hogy kimegyünk-e Németországba. Ha kimegyünk, akkor esetleg Leventék viszik el, vagy a németek. Ha itthon maradunk, Zsombi eléggé fejlett, az oroszok. Hát a Zsombor boldog volt, gyerek, már készítette a hátizsákját, és akkor megkérdeztem az édesapját, és mit szólnál hozzá, hogyha a gyerek életét vesztené mellettem. De sose tennénk neked szemrehányást, mert meg vagyok róla győződve, hogy mindazt megtennéd az érdekében, amit én. Nekek ez volt tanári pályámon a legnagyobb elismerés. Nem a franciák kitüntetése, ez. Szóval ilyen világot értünk akkor. És akkor 44 márciusában, 31-én befejezték az iskolai évet, csak az érettségik maradtak még áprilisra. A zsidó tanulóink, mert voltak zsidó gyerekek is ott, sárga csillaggal megjelenik az egyik reggel. Én felügyelő voltam az órák előtt a folyosón. Hát voltam akkor 27 éves, az adrenalin szint felemelkedett, és azt mondtam neki, de Gráf Igornak hívták, már talán meghalt. Mondom, Igor, hogy mit mondanak odakint, az más, de itt az iskolában vedd le magadról a csillagot. Nem jelentett föl egy gyerek se, pedig voltak ott nyilas érzelmű családok is. Nem jelentett fel. 40 évvel később Valkusz Palival, meg Vodala Jancsival voltunk egy UNESCO iskolák, asszociált iskolák értekezletén Sopronban. A értekezlet végén volt egy álló fogadás, ott pesgőztünk, és akkor egy ősz ember odajön hozzám. Kovács tanár úr Gödöllőről. Mondom, igen, én vagyok. Azt mondja, én vagyok a Gráf Igor. És összevelelkeztünk. Valkusz Pali megkérdezte, te ki volt ez az öreg ember? Mondom, ez egy tanítványunk volt, egy cserkészünk volt. És elmondom, mi volt. Azt mondja, mert úgy nézett ki, mintha ő lenne az édesapád. Mondom, nem csodálom. Mi mindennel mehetett az keresztül. És akkor április 18-a, 27. születésnapom, jön a postás, hoz egy levelet, sasbehívó. Sasbehívó annyit jelentett, hogy siess, azonnal siess. Katonai behívó, egyszerűen én tartalékos voltam már, akkor tartalékos tábori lelkész, főhadnagyi rendfokozattal. És akkor szépen felszereltem, Cegléden. Mindig áldom a raktáros őrmester emlékét azóta is, mert azt mondta, hogy
tudnék adni bilgeri csizmát, tudnék adni új csizmát, de ne tessék, te adok egy jó kitaposottat. Még az nem töri fel a lábot. Hát nagyon jó volt. Nagyon jó volt utána. Elsősorban az oroszok nem húzták le a lábamról, mint a bilgeriket, másodszorban pedig nyalogoltunk a 100 kilométert, és nem törte fel a lábamat. Na de hát ez még odébb van. Akkor behívtak, és 1944. május 1-én este indultam a keleti pályaudvarról. Hát abban az időben, tudjátok, volt ilyen hülye szabályzat, szolgálati szabályzat, hogy egy tiszt csomagot nem vihet. Ugye egy honvédet küldtek velem, és az vitte az én holmijaimat egész ki az akkori front közelébe. Hát kimentem oda, ott Galíciában voltunk, most úgy hívják, hogy Ivano-Frankivsk, mert az ukránok íven mondanak mindent, ugye, Lvov helyett is Lvivet mondanak, Lemberg, és ez Ivano-Frankivsk volt a szovjet időkben, a háború után, azelőtt pedig Stanislav volt lengyelül, és németesen meg Stanislav. Ott voltunk, ez egy tiszta lengyel város volt. És ott voltunk, hát olyan 30 kilométerre volt a front. Van egy érdekes, van egy naplom. 43. augusztusától 45. március 17-ig írtam. És ez megmaradt. Vittem magammal a frontra is mindenhova, és megmaradt, de majd oda is eljutunk, hogy. Hát ez nem érdekes a tanári pálya szempontjából, mert minden esetre sok minden tapasztalta az ember ott, és tágult a látóköröm. Meg megpróbál még jobban megérteni az embereket. Ahogy akkor mondtuk, ez volt a szakkifejezés, a rugalmas elszakadással, ez annyit jelentett, hogy visszavonulás. A legénység és a országos járművek, mert ez megint egy katonai kifejezés, az Árpád apán korabeli ekhós szekereket országos járműveknek titulálta a honvédség. Na és ezekkel elindult a legénység korábban, és a tisztek pedig autóba később indultunk, vagy két órával, és mentünk föl a hágóra, és láttam, utolértük őket, hogy ezek az nálamnál idősebb magyar paraszt gyerekek, meg emberek ott kínlódnak a sárba, és tolják, segítenek a lovaknak, és én pedig a 21-néhány évemmel autóba ülök. Kiszálltam, többet soha nem mentem a tisztekkel, mindig a fogatolt részleggel mentem. Úgyhogy hogy megtanítottak a legények lovagolni, 10-20 kilométereket lovagoltunk utána. Nagyon szerettem. Na és akkor még két halottat eltemettünk, Ludvikovka nevű lengyel községben, akik az előző éjszakai partizán támadásnak voltak az áldozatai meg. És átjöttünk az akkori Magyarországra, mert a Toronyai hágón volt a magyar határ, erről is vannak fényképeim valahol, és még amíg 39-ben, amikor a magyarok visszafoglalták Kárpátalját, a lengyelek, mert akkor még a lengyelek voltak ott, a lengyelek diadalkaput állítottak a magyarok tiszteletére. És amikor fölértünk, én ott álltam, és figyeltem, hogy az embereket. Tudjátok, hogy megható volt, megkapó. Volt, aki megállt, levette a sapkáját. Volt olyan, aki letérdelt. Volt olyan, aki megcsókolta a földet, mert az már magyar föld volt. És hát így jöttünk akkor le,
1944. szeptemberében már itt voltunk, sajnos, még most is Ukrajna, de itt van a határon Tiszaújlak, szín magyar község volt, ott táboroztunk le, ott települtünk le, ahogy mondták, egy jó darabig, és hát életemben ott működtem először polgári iskolába. 40 év szeptemberében behívták a tanárokat, a férfi tanároknak a jó részét katonai szolgálatra. És voltak a pótvizsgák, meg javítóvizsgák, és úgy látszik, hallották valahol az iskolába, hogy én tanár vagyok. És oda eljöttek hozzám, hogy tanárt azért van, igen. Hát ki tetszene segíteni minket? Mondom, mibe kellene? Hát vizsgáztatni kellene gyerekeket. Igen, és miből? Németből. De mondom, én nem vagyok német szakos. Nem baj az, tetszik tudni németül. Mondom, tud. Úgyhogy még ott valamelyik értesítőben az aláírásom szerepel, vagy anyakönyvben. Utána a keleti utazás az már nem volt olyan kényelmes, 16 napig mentünk kifelé az Uralig, marha vagonokban, ugye, és bezárva. Fiúk, hogy milyen jó tudni azért a régi magyar irodalmat, meg hogy honnét került ki a magyar, hogy alakult a magyar nyelv, azt például az Uralban 45 szilveszter napján éltük át először. De ezt csak mondom, ne fogját, vegyétek fel, ezt csak úgy. Kőbányába küldtek ki dolgozni. Mínusz 30 fok volt. Fáztunk. Mozogni kellett. De erőnk nem volt, és nagy ilyen szikladarabokat kellett volna egy nagy ilyen kalapáccsal széttörni. Hát ott kilóttunk, aztán észrevettük, hogy a munkavezetőnk, akinek olyan barátságos volt a képe, hogy egymás közt apagyilkosnak beszéltük, bebújik egy bódéba. Aztán benyitott az egyik hadifogoly. Magyarok voltunk akkor, ez egy magyar brigád volt. Láttuk, hogy egy dobkája van, és ő ott melegszik mellette. Hát erre az élelmesebbjei már bementek utána, láttuk, hogy nem dobja ki őket, 10 perc alatt benn volt az egész brigád. És akkor elkezdtünk beszélgetni vele oroszul. Úgy, hogy senki nem tudott oroszul még azok se, akik később megtanultak, hiszen 45-ben voltunk még. És azután érdeklődött, hogy mit termesztenek Magyarországon. Hát az első, az könnyű volt, kukuruc, ugye? Azt megérték, kukorica. De utána kezdtük, hogy búza, és egymás közt kérdeztük, búza, búza, nem tudod, hogy mondják oroszul, búza. Erre az apagyilkosunk képe felderült, búza, búza, japonya májú, búza, tatár volt. És ugye mi a vándorlásunk folyamán a fölművelésnek a szavait ezekre a török-tatár népektől vettük át. És utána a legnagyobb barátságba keveredtünk, mert mi rokonok vagyunk. És hogy a tatárokban mennyire élez, visszafelé, mikor 47-ben hoztak haza minket, már nyitott marhavagonokba, akkor a Kazányi pályaudvaron, az a tatár autonóm területnek volt a fővárosa. Egy úr, egy jól öltözött úr, mi körülbelül a 20. vágányon voltunk ott véretolva, jött felénk egy nagy lepedő újságot lobogtatva. Mondván oroszul, itt van magyarok az újságunk, nektek értenetek kell, mert mi rokonok vagyunk. Az is tatár volt.
47-ben hazakerültem. A hadifogságból azzal fogadtak, hogy jó, jössz, te leszel a francia, mert Gödön francia gimnázium volt, 38-tól. Lycée français de Gödölő. Mi kollégákkal, francia kollégákkal tanítottunk ott. És van a francia általános iskola igazgatója. Mondj, azt mondjátok, meg mi az, hogy általános iskola. Hát, amikor elmentem, még csak elemi volt. Ugye, na, tény az, hogy egy évig csináltam azt, hogy jött az államosítás, akkor kiakkalból hitották minket, és akkor lekerültem Csongrádra egyházi vonatkozásban. Ez volt az Alfölddel a találkozásom. És ott egy családdal összeismerkedtünk, ahol a papa 5 kilométer az én szülőfalunktól született, és volt egy egény 26 éves özvegy, asszony lánya két gyerekkel, a férjét internáló táborba intézték el, és francia szakra készült, mint tanárnő, tanítónőként tanított, és levelezőn csinálta. Utána a franciát megszüntették, és történelem szakos lett, magyar és történelem. Na és akkor én segítettem neki. Olyan sikerrel, de végén ő volt a feleségem, és 50 évig éltünk még boldogan együtt, két fiunk lett, úgyhogy mi 4 gyereket neveltünk. Én jelentkeztem tanítani, hát azt mondták, hogy arról ne is álmodjak, hogy középiskolai, ugye ilyen háttérrel. Először székutasra kerültem, ott magyar tanítottam. Elképzelhetitek, hogy nagy különbség volt, egy lényegében tanyasi iskola, meg egy speciális iskolának a vezetése közt, de mindig hálás vagyok az életnek, hogy oda kerültem. Még én annyit tanultam pedagógiából ott, attól az igazgatótól, aki tanyasi tanító volt, hogy én ennek végig hasznát vettem. Utána, mikor a szakszervezet titkár ott volt, és hát látta, hogy én Szegedről járok ki minden nap. 4 óra előtt keltem, 5 órakor indult a vonatom, és már 6-ra érkeztem haza, azt mondta, hogy hát akkor közelebb kell kerülnöd. És akkor Szatymazra kerültem 6 évig. Voltam Szatymazon, közben megszereztem magyarból is az oklevelet, ugye, Pesten. Mind a két hely nagyon tényleg emlékezetes volt. A szatymazi osztályomnak most volt szombaton a 55 éves találkozója, ott meghívtak, ott voltunk együtt ezekkel a most 70 éves gyerekekkel. Hogy kerültem Szegedre? Hát úgy, hogy a 60-as évek elején már megpróbálták a nyugati nyelvek oktatását visszahozni. Most a német, amely kézenfekvő lett volna, az még mindig hitlerista gyanús nyelv volt. Nem ment. Az angol még sehol se volt. És akkor Bánfalvi igazgató nyugodjék, nem tudom, ismertétek-e a Bánfalvi Jóskát, nagyszerű vezető volt, nagyszerű. És a 7 első osztály volt, a 7 első osztályból 5-ben francia volt. 5-ben. És volt egy olyan osztály, amely heti 8 órás franciások voltak, úgyhogy gyönyörű dolgokat lehetett velük csinálni. Na most így kerültem Szegedre. 6 évet voltam a Radnótiba. 64-ben körülbelül lejött látogatóba a minisztériumból a francia, középiskolai francia oktatás felelőse, egy főelőadó nő. Ben volt órákon nálunk. Utána azt mondta Bánfalvi, menj el vele Béla vacsorázni, a Tiszába volt megszállva. Elmentünk vacsorázni,
És azt mondta nekem egy idő után, azt mondja, mi kiküldjük Önt Párizsba. Mondom, akkor elmondhatom, hogy Szatyva sokkal távolabb van Párizstól, mint Szeged. Hogy? Mondom, 6 éven bekerült, hogy eljussak Szatyvazról Szegedig, de csak 2 évben, hogy Szegedről eljussak Párizsig. Seres Editkétől tudom, mert az ő osztályát is ugye tanítottam, hogy elsőbe akkor nagy volt a nyögés az ifjúságnál, hogy jaj, hogy mennyit követelek meg mit. Azt mondja, a harmadik, negyedikben már a legnagyobb lelkesedik szangja beszéltek, de én meg azt mondtam nekik, hogy gyerekek, ez tényleg szigorú voltam, de ez egy hülye szó a magyarban, hogy szigorú. A franciában van egy nagyon jó kifejezés a szigorú tanára, szóval professzor exigeant. Nem tudom, latin tanultatok-e valahogy, nektek kellett történészeknek. Exigo, exigere, exigi, exactum, követelni, ugye? Tehát egy igényes, így lehetne fordítani, egy igényes tanár. Azt mondta már mikor úgy belemelegedtek a gyerekek, hogy nézzétek, én tálcán kínálok nektek egy nyelvet. 10 évig foglalkoztak velem, ezek mind harmadikba kezdték, ugye is. Legyen meg az eredménye. És mondom, erről a tárcáról annyit vesznek le, amennyit akartok. De én hozzásegítlek benneteket, hogy akarjatok. És tényleg nagyszerű gyerekeim volt, nagyszerű tanítványok voltak. Most belgyógyász prof itt az egyes számú klinikán, annak azt a feladatot adtam, hogy volt egy lemezem, egy ilyen disc pliant, ilyen hajlékony lemez, amit nem tudom, valahol a franciáktól kaptunk. Egy francia színész mondott rá egy Voltaire levelet. Voltaire-nak a hihetetlen szarkazmusa benne volt. És annyira begyakorolta, hogy az egész kiejtésére ez kihatott a későbbiekben is. És amikor a későbbi években OKTV-n szerepeltek Pesten, akkor a zsűri tagok elkérték tőlük a szöveget. Szellemes, nagyon szellemes dolog volt. Szóval egész a modern időkig, az ellenállásig szerepeltek ezek a műsorban. Amellett pedig, mivel UNESCO is voltunk, tehát a UNESCO segített anyagilag is, amikor kellett, meghívtam előadókat, a díszteremben ott tartottuk az előadását, ott volt az egész iskola, akkor csináltunk, mondom, ezt a Molière estet, egy másik éven pedig lehoztuk az első István, most már Szent István gimnáziumnak 100 tagú zenekarát Szegedre. A Valkusz Pali olyan szerint nagyon jó igazgató volt, ő nem volt kezdeményező, de hagyta, csinálja az ember. Balikám, itt van egy levél, írd alá. Akkor aláírta. Balikám, hív fel a gazdasági igazgatót, hogy az aulára ekkor és ekkor szükségünk lesz. Megcsinálta. Hív fel a Volán igazgató helyettesét, akinek a fia oda járt hozzánk akkor. Szükségünk volna egy teherkocsira, amelyik lehozza a zeneszerszámokat. Megvolt, az is megvolt, megoldották, lehozták. Erdei Imre Nyugodjék, az volt a kvartírmester, ő a sok gyereket, akik lejöttek a zenekarral, meg akit el kellett helyezni, azt elhelyeztük kollégiumban, családoknál. Szóval visszatekintve rá, borzasztó energia kellett ehhez, de ez volt a hobbim.
Kérdésben az egyik a csere kapcsolatok, amiket 74-től minden második éven francia csereutat csináltunk, ez is az UNESCO vonalán volt. Két tanár mehetett. És mivel nem volt francia szakos nő, ezért Kakusziné, a Magdi jött velem, hogy mégis a lányokkal legyen valaki. És utána szerencsére nem a rendőrségnek, hanem a minisztériumnak és a UNESCO bizottságnak kellett Budapestre jelentést küldeni. A rendőrség jött hozzám, hú, az elhárítás. Tessék vigyázni, erre, meg arra, meg arra, na jó, vigyázzunk, mondom. Mert soha nem volt probléma. Azt mondtam a gyerekeknek, gyerekek, minden családban vannak problémák. Mi most a nagy családnak a képviselői vagyunk idegenben. A problémákról nem beszélünk. Egy, soha nem volt semmi. Na, szóval a jelentésemben pedig azt írtam, hogy a francia cserecsoportban több felnőtt volt, legalább 10 felnőtt volt. De ugye Magyarország nem volt olyan kellendő. És jött a Bála, felhív telefonon a UNESCO asszociált iskoláknak az előadója, azt mondja, Béla, megkaptuk a jelentésedet, azt mondja, nagyon jó, egy ponton nem értünk veled együtt. Mondom, melyik az? Azt mondja, hogy több felnőtt menjhessen. Hát mondom, azt gondoltam. Akkor felteszi a kérdést, mégis hányra gondoltál? Mondom, Uramisten, mit mondjak neki? Mondom, 5-re. No, annyi nem, de 4 mehet. És így volt, az igazgató jöhetett, az illetékes osztályfőnök jöhetett, meg a 2 francia tanár. A következő évben az igazgató helyettes, az egyik a Szabó Pista osztályfőnök, és a 2 francia tanár. Következő évben Kakuszi Laci, a másik igazgató helyettes. A végén, amikor már mind elfogytak, akkor a pártitkár jött. Kárnicz Jóska volt a pártitkár. Ugye? És akkor ők jöttek velünk. Na így ők is, és ez nem került semmibe nekik. Szerda délután volt másfél órás nyelvvizsga előkészítő tanfolyam. És nagyon érdekes volt. Irtózatos favágás, mert annak a nyelvvizsgának az anyaga nem fedi az iskolai anyagot. Ott kell tudni az újságírói zsargont, politikai, gazdasági, mindenféle nyelvezetét. Azt mondtam nekik, mikor próbáltuk verbúválni őket, gyerekek, semmi jóra ne számítsatok. Unalmas. Jönnek a novemberi sötét délutánok, és mi ott fogunk ülni és újságot olvasni. És éveken keresztül egyetlen lemorzsolódónk nem volt. Viszont volt egy 17 tagú mondjuk félosztály, abból 14-en elmentek nyelvvizsgára. És én nem voltam ott, úgy mesélték nekem, hogy a zsűri tagok, a vizsgabizottság tagjai egyenként sofordáltak ki a folyosóra, ahol még ott ültek, a gyerekek még vártak, hogy ti tényleg egy iskolából vagytok? Azt mondták, nem, mi egy fél osztályból vagyunk. Olyan pontosan tudod évre meghelyezés, hogy akkor szerintem azt is tudod, hogy pontosan hány OKTV döntősöd volt. Számoltad? Számon tartod? Húj! Hát volt 76-ban, 77-ben, 77-ben volt 2, 79-ben 1, ezek csak az első 10, 80-ban 4, azt számoljátok, akkor 81-ben 2, megint országos első és országos 9. És 82-ben még az országos első volt egy. Utána pedig azok közül, akik ott tanítványaim voltak mondjuk 2 évig, még itt
készítettük fel őket, és azokból is lett még két országos első. Mennyi lett tanár, vagy francia tanár, amiatt, hogy még kedvesebb a szívednek a tanítványok közül? Hogyan? Mennyi lett tanár, vagy francia tanár a tanítványait közül? Mennyi a francia tanár? Igen. Hát ott van a Pignitzky Béja, ott van a Bodadóri, ott van, akkor várjál, Farkas Ildikó, akkor tudom még, hogy szerte az országban lehet, hogy ugye még vannak mások is, de ők itt vannak Szegeden. Kik voltak a közvetlen kollégák, Béla bácsi, amíg dolgoztál? A Tátrai Barna lett, de ő 76-ban nyugdíjba ment, és akkor Józsa Gyuri jött helyette. Mégpedig úgy, hogy akkor a Valkusz Pali behozta azt a szokást, hogy lehet menni a tanári kar tagjainak iskolákba, más helyiségekbe is órákat látogatni. Minden. Én Szentesre mentem el, a Horváth Mihályba, ahol erős volt a francia. És ott voltam Józsa Gyurinak óráin. És akkor Pali azt mondja, 76-ban, még év elején, ugye júniusban ment nyugdíjba a Tátrai Barna, hogy segíts már nekem keresni valami megfelelő embert. Mondom, hogy én Szentesen voltam óráján valakinek, azt mondja, írjál neki egy maszeklevelet, kérdezd meg, hogy mit szólna hozzá, hogyha esetleg ilyenre sor kerülne, és akkor én, ha hajlandó, akkor fölveszem vele hivatalosan is a kapcsolatot. Na, Józsa Gyuri így került ide. Iskolában bármit lehetett abból észlelni, hogy egy pártrendszer van, hogy... Hát, hogy az, hogy értsd, hát párturalom volt. Párturalom volt, hát mindenbe beleszólt a párt, ugye. De szerencsére itt nálunk, hát azelőtt ugye Farkas Pista volt elég sokáig a pártitkár, ő egy nagyon sokra becsültem. A fiatalok közül egy higgadt, nyugodt ember volt, akinek megvolt a véleménye mindenről. Érdekessége pedig az, hogy néhány évvel később, már mikor nyugdíjba volt, találkoztunk ott a Ságmári oldalánál, és egészségügyből jött a klinikáról, és azt mondta nekem, Béla bácsi, mindnyájan Isten kezében vagyunk. És akkor is nyíltan mondta, hogy ő minisztráns gyerek volt. Szóval ilyen szempontból szerencsénk volt, nem volt kilengő ilyen, mondjuk pártdiktatúra, noha az volt, mert proletár diktatúra volt, ugye, így van. Mennyire érztétek azt, hogy nem mindig lehet beszélni, vagy nem mindenhol lehet beszélni, vagy nem volt semmi ilyen, hogy elmutatok bármát? Nézd, nem lehetett. Tartani bárkitől? De nem lehetett. Politikai kérdésekben az emberek tartózkodtak, nem beszéltünk. Nem beszéltünk róla. Iskolában nagyon nehéz volt, mert én magyart is tanítottam, ugye? Az pedig nehéz volt, de hát mint az egyetemen kérdezték tőle, amikor végeztem a magyart, hogy Petőfi világnézete. Mondom, biztos, hogy nem volt materialista. Ezzel kezdtem. Említetted, hogy külföldön jártad a Franciaországban, és igen. Azért arra figyelni kell, hogy az ember mikor mit mond. Hogyne. Azzal kapcsolatban volt élmény, hogy... De nem volt semmi ilyen probléma. Én meg vagyok róla győződve, hogy megfigyelők voltak velünk a csoportban, de nem tudtam ki. Ugye? Nous marcherons, toi et moi, et puis le temps passera. És mivel Szegedről, hát a előkészítő tanár neve is szerepel mindig ott, és hát a Opi meg várta volna, hogy Szegedről megy valami fölterjesztés. Semmi.
ez a múltamnak szólt. És akkor ők álltak a OPI, meg a francia intézet. És azt mondták, akkor majd mi megindítjuk a kitüntetési problémát. Úgyhogy 86-ban kaptam az akadémiai pálma rend lovagi fokozatát, és amikor Parit meghívtam, a nagykövetségen Pesten adták át, akkor kérdezik, honnét indult ez ki? Mondom, nem tőletek, Palikám. És 97-ben, várjál, nem is, 2007-ben pedig tudtottamon kívül a tanítványaim, akik már akkor diplomaták, meg nem tudom mik voltak, ők indították be, hogy a 90. születésnapra megkaptam nem a következő, hanem a legmagasabb fokozatot, a parancsnokit. Hát ez tényleg nagyon szép dolog, mert Magyarországon is kevés van parancsnoki fokozatból. Itt tudtam, hogy Józsa Gyurinak van tiszti, igen, van lovagi tiszti és parancsnoki. Kosári Domonkos volt Pesten a parancsnok és összefogója az egésznek. Ezek közül. Hát szóval ez volt. Ben mentem nyugdíjba, de 81-ben akartam. Markusz Pali különben azt mondta, hogy ha Brezsnyev és Tito 80 éven felül egy országot el tudnak kormányozni, akkor te is tudsz tanítani. Még azt is hallottam, hogy igazgatótól ritkán lehet, de nem kell olyan erőbevetéset csinálni. Mondom nekik, ezek a mostani gyerekek is elvárják, hogy az ember adjon nekik, amit tud, mint a régiek. Nagyon szerettem a kertbe dolgozni. A másik pedig itt volt a magánórák 9 éven keresztül még, ahol gyerekekkel kapcsolatban voltam, és további eredményeket érhettünk el. Azt mondják, aki pedagógus, az utána is az majd nyugdíjasként is. Hát csak is, ez benne van az emberben. Benne van az emberben. Ennek egyik karikaturista kilengése például 54-ben, persze, hogy nem emlékeztek rá, megreformálták a magyar helyesírást. Én meg magyar tanítottam. Olyan minden, volt néhány komoly dolog, például a dzséknek a használata, elválasztása, és így tovább. És előtt a vesző, mikor kell, mikor nem kell, meg mi. A piros tom mindig ott volt a kezembe. Volt olyan, hogy a kollégák adtak nekem egy írást, és önkéntelenül aláhúztam az ő írásukat. De hát mondom, az annyira benne van az emberben a pedagógus. Hallják? Milyen útra volt adnám? De ideális, nem tudok már, csak annyit, amit már mondtam. Az ifjúság, azt hiszem, mindig fiatal, mindig ifjúság marad, mindig lesznek nemzedéki különbségek, de azok voltak az én koromban is. Egész más a mai internetes fiatalság, mint volt ezelőtt, akár 40 évvel. De mindig vannak fiatal pedagógusok, akik aránylag közelebb vannak hozzájuk. Én csak azt tudom mondani, hogy a magyar, a fiatalok, ne felejtsék el azért, hogy elsősorban mi egy a nagy emberiségnek vagyunk a tagjai, de abban egy kisebb családnak, és ez a mi kis országunk, lakosai. A történelem, az irodalom, az összeköt minket. És maradjanak hűségesek ehhez a gondolathoz az életükben is, és képezzék magukat, hogy előre tudják vinni ezt a társadalmat. Mais qu'on la brise.
apporte ton parfum à ma porte. Je ne pense plus qu'à toi, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Si les étoiles de minuit s'installaient au-dessus des toits de Paris, például ezen talán fogtok mosolyogni, fiúk, amikor megkezdtem tanítani, és főként cserkészetbe, ugye együtt mentünk fürödni egy tóval, ide-oda. Tudjátok, mit mondtak az öreg tanár kollégák? Hogy lehet fürdőgatyába tekintélyt tartani? Marcherons, toi et moi, et puis le temps passera. Peu m'importe demain, je suis à toi, tu le sais bien. Et quand la lune me donne. Na most, gyerekek, öntsetek már magatoknak legalább, jó, kérlek szépen benneteket, és Tibor, téged meg arra kérlek, hogy gondoskodj rólunk. Si les étoiles de minuit s'installent au-dessus des toits de Paris, c'est pour toi. Si les étoiles de minuit s'emballent parfois dans le ciel de Paris, c'est